Na hát szervusztok, ti kis gusztitánok, mi helyzet, hogy vagytok és mit csináltok? Az a helyzet, srácok, hogy ma van a névnapom, és én ezt teljesen elfelejtettem, gyerekek. Egy kedves nézőnk, Gál Mónika hívta fel rá a figyelmet, ugyanis ő volt az első, aki felköszöntött ma, neked innen köszönöm. És hát innen jött az ötlet, hogy kiírtam régen Facebookra egy ilyen bejegyzést, hogy megtörtént az első másik Gusztávval való találkozás. Ó, ez nem az, várjál. Na szóval erről van szó, ahol lényegében rohadtul örültem neki, hogy egy nagy Gusztáv nevezető ember oda kommentelt az egyik videónk alá, és ennek hangot is adtam írásban. Szóval ez nekem nagyon nagy esemény volt, ott oldalt írtam is, hogy ebből, illetve ebben a témában valószínűleg érkezni fog egy videó. Azért, ha belegondoltok, hogy 28 év kellett ahhoz, hogy úgymond beszéljek, akár írásba, akár hogy egy másik Gusztávval, és ez is csak a YouTube miatt sikerült, azért ez hihetetlen. Thanks, YouTube! Tudja, nyilván tudtam róla, hogy vannak másik Gusztávok, hallottuk erre, arra meg minden, de konkrétan nem kerültem kapcsolatba egy Gusztával se soha, még idáig, tehát se írásba, sehogy. Ő volt az első, aki írt, és onnan jött az ötlet, hogy egyszer majd kellene egy ezzel kapcsolatos videót csinálni, hát akkor erre a legalkalmasabb időpont ez a névnap dolog. Na de hogy miért is csinálom ezt a videót, és mi a lényege? Igazából keresem azokat az embereket, akiknek szintén ilyen ritka vagy ritkább nevük van. Mire is gondolok ez alatt? Hogyha te is voltál annó úgy, mint én, hogy csodálkoztál azon, amikor a tanár azt mondja, hogy Gábor, gyere ki a táblához, vagy Péter, gyere ki a táblához, és akkor négy darab Péter nekiáll így fölállni, érted? Én ezt soha se tudtam meg, hogy milyen érzés az, hogy egy másik lényt ugyanúgy hívnak, mint én. Leszámítva persze kutyákat, macskákat, papagájokat, egyebeket. De igazából emberekre gondolok. Tehát, hogyha te is úgy vagy, hogy annyira ritka vagy ritkább neved van, hogy csak egyedül neked van az osztályba, vagy a munkahelyeden, vagy bárhol, akkor jelentkezz itt kommentbe, kíváncsi vagyok nyilván. Természetesen a keresztneved elég, de hogyha a családneved is olyan brutális, ami nem megszokott, akkor azt is leírhatod, és esetleg az ezt követő videóban foglalkozunk ezzel a dologgal. Na te nézzünk pár infót a nevemről, hát ha kíváncsi vagy. Mert én igen. Az a helyzet, hogy a nevem feltehetően annyira komolytalanul és hülyé hangzik, hogy ti is többször szóvá tettétek élőadásokban, vagy pedig videók alatti kommentben, hogy ez egy művésznév, vagy ez egy kitalált ilyen álnév. Tehát ezzel is jelezve azt felém, hogy ti is úgy gondoljátok, hogy ez nem igazán passzol úgymond egy embernek való névnek, hanem inkább rajzfilm karakternek, stb. Apropó rajzfilm karakter, ha például a Google-ba beütöd azt, hogy Gusztáv, és nyomsz egy Entert, akkor sem kapsz mást, mint a Gusztáv című rajzfilm Wikipedia oldalát és az azzal kapcsolatos találatokat. Ha pedig rányomsz a képekre, szintén ez a látvány fogad. Oh my god! De ha a Gusztávat átírod Gusztira, az sem sokat segít, mert akkor meg ez a látvány fogad. Aztán persze ti nézők is küldtetek nekem ilyesmiket. Meg ilyesmiket. Okay. De nézzük is, honnan ered ez a név. A Gusztáv északi germán, skandináv eredetű férfi név. Elemeinek jelentése harc plusz támasz. Oh yeah! Gyakorisága. Az 1990-es években ritka név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között. És ennyi. Aztán van névnapom ugye ma, van március 10-én, április 14-én, augusztus 1-2-8-án is. Svédül Gustav lengyel, Gustav francia. Aztán van itt egy vagon híres Gusztávunk, többek között, ha jól látom, Eiffel Gusztáv, aki az Eiffel tornyot tervezte, ha jól tudom, igaz? Eiffel torony, where are you? Ott van! Aztán van itt egy vagon uralkodónk is, úgy néz ki, engem kifelejtettek. Kitalált alakoknál meg a Gusztáv magyar rajzfilmfigura nagyszerű. Valamint, ha jól látom, magának Arnold Schwarzeneggernek az apukáját is Gustav Schwarzeneggernek hívták. Rendőrfőnök, bitch! Na de nézzük kicsit a közvéleményt is. Mi a véleményetek a Gusztáv névről, hogy lehet becézni? A páromnak ez a neve szerintetek Gáz? Gáz? Nekem nem tetszik, nyilván a szülőknek régen ez tetszett, és ezért kapta a párod ezt a nevet.
Van ilyen nevű ismerősöm, Gusztina Gusztónak hívjuk, sokan roma névnek tartják, de például az ismerősöm nem az, nem gáz önmagában, semmivel sem rosszabb, mint az Otto és társai. Szerintem nem gáz, eleve nem is ő tehet arról, hogy a szülei milyen nevet adtak neki annak idején. Amúgy sem név alapján kell párt keresni. Kösz, bazeg! Elképzeltem magamat a te helyedben, és ez tényleg zavaró lehet. Kapjátok már be, de tényleg! Szerintem hív nyugodtan Gusztinak, de hogyha nagyon zavar, én például drágámnak, életemnek szólítanám. Ez rohadt sok mindent megmagyaráz. Emlékszem, találkoztam jó pár emberrel, aki nem azt mondta, hogy megyek a Gusztihoz, hanem megyek Ajkára, meg megyek Ajkarendekre. Így már mindent értek. Nem akarok téves következtetéseket levonni, de ha már a nevén is problémás kocs, akkor az a kapcsolat nem fog működni. Egyébként nem gáz, van pár Gusztáv nevű ismerősöm, és még majdnem jobb arcok, mint a többiek. Majdnem? Mi ilyen egyéni beceneveket adunk egymásnak, de a Gusztávot általában Gusztinak szokták becézni. Guszti, szerintem marha aranyos név. Nem tudom, manapság komikus-e felnőttként, de nekem tetszik. Nekem nagyon nem tetszik, de ha beleszeretnék egy Gusztáv nevű pasiba, akkor biztos megtetszene. Ezzel majdnem kimentetted magad. De csak majdnem. Egyébként szerintem az a gáz, hogy ez egyáltalán felmerült benned. Hát srácok, úgy tűnik ez az emberek véleménye. Na szóval, még egyszer srácok, ha nektek is olyan nevetek van, ami a szokatlantól egy kicsit eltérő, fogalmazzunk úgy, akkor várjuk kommentbe őket, és esetleg egy későbbi videóban visszatérünk rá. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, minden elérhetőséget megtaláltok odalent, találkozunk a következő élőadásba, vagy pedig videóba, legyetek jók. Na ciao!